érdekes dolgok vannak, és hát szeretem az ilyen régi dolgokat is. Ismét megrendezték a Múzeumok Éjszakája programsorozatot Szekszárdon. A rendezvény több helyszínen, a Vármegyeházán, a Vosinszky-Mór megyei múzeum főépületében, a Babits Mihály emlékházban és az Irodalomházában zajlott. Hát azért, mert tavaly is volt Múzeumok Éjszakája, tehát a Covid miatt csak egyetlen egy Múzeumok Éjszakája maradt el. Természetesen azt is nagyon sajnáljuk, úgyhogy most 2022. június 25-én 20. alkalommal kerül ezeket figyelembe véve ez a rendezvény, méghozzá országosan több mint 400 intézmény tartja több mint 1000 programját országszerte, és hát ehhez természetesen, mivel mi már az kezdetek óta csatlakoztunk, idén is így tettünk, tehát a Szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeum mind a négy kiállító helyén rendez programokat. Az igazgató hozzátette, hogy a Múzeumok Éjszakája nagy lehetőség arra, hogy megmutassák Tolna megye értékeit, kulturális kincseit. Ebben a sok programban különösen két dolgot szeretnék kiemelni. Két időszaki kiállításnyitót illesztettünk bele, és ez tulajdonképpen meg is szabja az adott kiállítóhelyeknek a program struktúráját, hiszen a Megyeházán folytatjuk a Művész Családok Tolnába című sorozatunkat második alkalommal. Tavaly a Sarkantyú család tagjai állítottak ki nálunk, idén viszont a Szatmári Jós László, illetve felesége Csuhaj Tünde, valamint gyermekeik, Janka, Márkó, illetve Lehel különböző munkáiból adunk egy válogatást a Tolna által együttműködve. Ezen kívül itt a Megyeházán környei Attila gitárművész koncertjére is sor kerül este 8 órától. A múzeum főépületében van a másik időszaki kiállításunk, ami viszont egy bűvész kiállítás, Rodolfo emlékét idézi meg. Szerintem a középgeneráció, vagy az annál idősebbek nagyon jól emlékeznek az ő műsorai, produkcióira. A Kecskeméti Szórakaténosz Múzeumnak a tulajdonképpen vándor kiállítása érkezik hozzánk, és ehhez kapcsolódóan a múzeum egyfajta ilyen kicsit ilyen cirkuszi hangulatban, részben a bűvész világ varázsába öltözött, tehát mind küllemében, mind műsoraiban, hiszen meghívtuk többek között Badár Tamás bűvészt, akit országszerte nagyon sokan ismernek, azt gondolom, lesznek tűzzsonglőrök is este 9:30-tól, illetve az irodalmi hagyományainkat is szeretnénk ápolni, és ennek jegyében van egy boros irodalmi összeállítás, Rubány Anita és Komjáti Tamás közreműködésével, de Orbán György előadó művész tolmácsolásában Babits Mihálynak a Jónás könyvét is meghallgathatják az érdeklődők. A Vosinszky-Mór megyei múzeum főépületében számos lehetőség tárult az odalátogatók elé, hiszen zseblámpás túrára is volt lehetőség, illetve kézműveskedni és társasozni is lehetett. A 12 éves Kristóf először látogatott el a rendezvényre. Üdvözlet a mélyben nevezetű játékot játszunk. Itt az a lényeg, hogy van egy terem, egy képzeletbeli terem, kihúzunk kártyákat, ami rajta vannak, hogy milyen szörnyeket kell legyőzni, és a választott karakternek megfelelően ugye az ő erejével le kell győzni a karaktereket. 6-ra szeretnénk menni egy, azt hiszem, padlás látogatásra. Kristóf azt is elmondta, hogy kifejezetten szeret múzeumba járni. Nagyon sok érdekes dolgot láthatunk. Itt is például néztem ezt a régi város, nagyon szépre meg van csinálva, nagyon részletesre, nagyon sok mindent lehet itt tanulni. Bajnok Istvánné az unokájával érkezett a Múzeumok Éjszakájára. Minél korábban, annál jobb szerintem. Hát ő már 7 éves, de nagyon élvezi. Ő már többször járt itt, és ő javasolta, hogy jöjjünk el. Tökéletes. Nagyon-nagyon élvezzük. Miért is jó? Hát gyönyörködünk a tárlatban. Felszoktuk próbálni azokat a ruhákat, amik ki vannak rakva. Sajnos a mobiltelefonos játékok egyre inkább tért hódítanak, de szerintem ez sokkal nagyobb élmény, mint a telefonnal való játszás.